Köszöntöm a kávézó nézőit! Szlovákiában összesen négyen foglalkoznak hivatásszerűen hegedűkészítéssel. Közülük az egyik Molnár Péter. Mai vendégem a hegedűkészítés rejtelmeibe avat be minket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Hát meg kell jegyeznem, a hegedűkészítés az valóban egyedi és, és nem mindennapi szakma. Hogyan lett ez az ön szakmája? Mikor vált hegedűkészítővé? a gyerekkorban ugye kezdett érdekelni, mert nagyapám hegedűkészítő mester volt, és ugye egy gyártam mindig a műhelybe, figyeltem a rejtelmét ugye a készítésnek, nagyon, nagyon úgy megfogott az egész. És később, ugye, hogy kezdtem ülni, hogy mentem, ugye gyakran voltam a műhelyben, kezdtem elsajátítani ilyen pár dolgocskat, először lábat kezdtem dolgozni, kidolgozni, utána nagyapám adott nekem megint olyan kisebb munkákat még, és, és úgy folyamatosan kezdtem bele az ez egészbe. Ezt hogy képzeljük el? Ön mindent a nagyapjától tanult, vagy esetleg tanult valahol? Azt tudom, hogy Olaszországban is folytatott tanulmányokat. Hogy volt ez pontosan? Igen. Kiartam egy szakközépiskolát Szlovákiában egyet, és utána megnyílott Zólyomban egy szakiskola kimondottan erre hegedűkészítésre, és ott végeztem el a rendesen papírral, érettségével a hegedűkészítő szakmat ott tanultam ki, és utána volt lehetőségem eljutni Olaszországban, és egy mesterni ott még, még pluszba tanultam a dolgokat, amit kellett. Ez egy óriási dolognak számít szerintem. Milyen élményekkel tért haza? nagyon sok újdonságot meg tudtam tanulni. Ugye úgy van, ugye a mester sosem nem mutat meg az egészet, amit tud. Mindig valamire kell jönni, de nagyon-nagyon nagy segítséggel volt rám ez a dolog. Amikor visszajött Olaszországból, akkor ezeket a új technikákat gondolom elkezdte használni. Persze. Szóval kéde, ki, e, csináltam magamnak egy ilyen egyedi stílust, hogy kikombináltam, ugye, ami, ami, az olasznak se tetszett, akkor mehetesítettem, amit Zójomba is tanultam, ami nem, még túl is. Úgyhogy kimondottan ilyen egyedi stílust csináltam meg az egész műveleteknél, hogy, e, hogy, hogy simabban menjen az egész készítés. Ezt hogy képzeljük el? Úgy értem, önnek ezáltal lett egy egyedi stílusa, de Honnan tudtad, hogy ez, ez, működni fog, mert azért a, a hangszerkészítés az nagyon kényes dolog. Ugye láttam mindenkinél tanultam, láttam a folyamatot nagyapamna, és ugye az újomba is láttam, ott egy szerb ö, mester volt, aki tanított minket, és az olaszna is láttam, hogy, hogy melyik, ö, meddig tart neki megcsinálni, és hogy áll hozzá. És akkor kiválasztottam magamnak azt a legjobb, arra a műveletre a legkönnyebb és legügyesebb ö, műveletet. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki jól végezze ezt a szakmát? Hát nagyon tudni kell, érteni kell maga az anyagválasztáshoz is, meg kell lenni, kell lenni egy elképzelésnek is, mert ez egy, ugye egy plastika, a kialakítani maga a testét, a csigát kifaragni, meg ilyesmi, elég sok. kell hozzá azért egy olyan dolog, hogy el tudja magának képzelni maga azt a hegedűt, hogy hogy fog kinézni anyagtól is. Másik dolog, hogy minőségi anyagot is nehéz beszerezni, és ha jó hegedűt akar készíteni egy ember, akkor legalább 10-15 éves anyagból, vagy öregebb anyagból kell dolgozni, ugye, ami natúr szállításon esett át. Milyen feltételeknek kell megfelelni egy jó hegedűnek? Hát elsősorban, ugye, aki egy zenész megfogja, ő nem nagyon nézi meg ugye ezt a kidolgozottságot a hegedűbe, elsősorban őt a hang érdekli. Mindjárt a hang, hogy milyen. Jó, akkor kezdjük most teljesen az alapoktól ezt boncolgatni. Onnantól, hogy valaki eljön önhöz, és megkérő hogy készítsen el egy hegedűt, milyen folyamatokat kezd el? Először kiválasztunk egy modellt, ugye vannak elkészítve ilyen sablonok nekem már mint keresztül, van nekem mint a Stradivari, Guarneri modell, Maggini, vagy többféle még ilyen, ilyen régi olasz mesterektől ilyen kópiák, és kiválasztja, hogy mit, mi érdekelne, milyen típusú hegedű, színbe any lehet anyagot is esetleg választani, hogy, hogy ilyen habos juharból, hogy, hogy, ilyen nagyon habos juhar kell neki, vagy, vagy egy picikét olyan, ami nem, nem annyira háb... no, szóval mindent lehet ebben az esetben, aki, aki, jön választani. Mikor az egész folyamat a rendelésbe az olyan dolog, hogy van, ugye, van kimondottan egyedi rendelés is, aki eljön, és akkor van neki valami egyedi elképzelése, de Többnyire olyan gicses valamit szeretné, vagy valamit, amit le is, le is beszélni róla, hogy ez nem jóna, úgyhogy ez nem szabad, nem jó, nem, nem jót mutat. Ha már a fánán tartunk, melyek a legideálisabbak a hegedű készítéshez? A fán, amiből készül a hegedű, az juhar és lucfenyő, ebből a kettőből. Sőt, mi több a fogólap, utána ében fából van, az exotikus. És ö, olyan honnan szerzik be például? Mert ahogy mondta, minimum 10-15 éves, de gondolom minél régebbi, annál, annál jobb. Igen. Valamit örököltem nagyapámtól is, körülbelül egy 20 hegedű, én azt folyamatosan vásároltam Romániából, ugye Szlovákiából is vettem, Olaszországból is, és most körülbelül egy 400 hegedűre való anyaggal rendelkezek én. Tehát ezzel most nem nagyon kell foglalkozni. Nem, nem, nem el van rakva, ugye van, rengeteg anyag van. Mi a, mi a következő? Mit lehet még tudni a fa kiválasztásáról? A fa kimondottan egyedileg választódik ki, legjobb minőségű anyagok olyan helyen nőnek, ami 1000 méteres magasságon, északi oldalon, és nagyon jó olyan helyeken, ahol ilyen mineralis összetevők vannak, speciálisak, hogy az a falnak legyen egy specifikus keménysége. Ha ezért méteren felül nő a fa, akkor képes úgy nőlni egy, év, egy évgyűrű, egy milliméterre körülbelül, vagy még annál kevesebb is, olyan, sűrűn meg tud nőlni ez, a, ez az anyag, hogy a fenyőnek ugye évgyűrűk van a specifikum, és mihent ez a fa így keményen, nehéz, nehéz helyzetekben nőtt, lényegében kilódott, mert ugye északi oldalon volt magasan, Kövekén kevés vízzel, akkor ö, maga az az anyag ö, nagyon ö, ilyen, ilyen keményebb, és akkor kimondottan vékonyabb tetőt lehet belőle kidolgozni, nagyon jó a hangra, hangzásra. Mert ugye olyan helyről hoznak anyagot, ahol, ahol mit tudjam én, egy 3-4 mm nőtt egy, e, e, egy év alatt, akkor jó, lehet, hogy megfelel csillónak, vagy valamilyen nagyobb hangszérnek, de hegedűnek minden esetleg nem nagyon ritka ugye a évgyűrűje. lépés oké, megvan a fa, meg, van álmodva a hegedű. Mi következik ezután? Utána a munka, ugye neki fogni, össze kell, össze kell fúgolni, össze kell ragasztani, szétvagni az anyagot. Ez ilyen, ilyen torta lapformájában van, amit szét kell vágni a közepén, szállagfű részén, és össze kell ragasztani. Rárajzolódik utána a forma, megcsinálódik a kávarendszer kialakítódik, és úgy tovább most vissza gondol a régi időkre, amikor még fiatalabb volt, melyik része volt a hegedűkészítésnek az, ami a legnehezebb volt önnek, amit a legnehezebb volt elsajátítani? Az elején szerintem a, még rájöttem a rejtelmét, még a csigát kifaragni az volt olyan picikét, hogy nehezebb, még rájöttem azt, hogy pont hogy csináljam, de utána azt még gyorsan az is. Ön szerint hol, mi az a tipikus hiba, amit elkövetnek a hegedűkészítők egy hegedűkészítésnek? Van ilyen egyébként? Szerintem el lehet rontani teljesen, még nincs 85%-ig kész, vagy 90%-ig el lehet rontani a hegedűt, ugye? Csak elég egy, egy mélyebb vésőnyom, is vége neki. És ez azt jelenti, hogy előről kell kezdenünk a hát, Igen, lényeg, igen, igen, igen. Volt már rá példa esetleg? Na, egyszer azt hiszem volt úgy, hogy muszáj voltam új tetőt csinálni, de oda kell figyelni nagyon ezekre. Beszéljünk egy kicsit a lélekről, mert ugye bár minden hegedűnek van lelke, mi, mi is ez pontosan? Ez ugye egy henger, ami átviszi a hangot a tetőről, utána megyen a, alsó a, a, sólapra, és akkor felerősíti, ez mint egy erősítő lenne benne a hegedűbe. Ezáltal szól a hegedű az éjak léleknek, és ezt nagyon pontosan be kell állítani. Ugye zenészsel szoktam állítani én is, hogy valaki ugye hegedül, és akkor folyamatosan állítom, mert úgy lehet jó hallani, ha messzebb hegedül valaki, és úgy lehet állítani ezt a dolgot. Ez egy henger, ez egy 5,5 mm-es körülbelül hanger átmérőbe. Meddig tart egy hegedűnek az elkészítése körülbelül? Hát, ha hát csak azzal foglalkozok, az egy olyan két és fél három hét alatt meg lehet csinálni, de csak azzal foglalkozok. Egy, szóval 8 órát naponta dolgozok rajta. Ez ön szerint nem sok egy kicsit? Vagy, vagy van olyan hegedű, ami még többi ö, óra munkát igényel? Függ ad, attól, hogy mennyire akarom kidolgozni precízen. Ugye nagyon, nagyon, nagyon figyelni minden detailusra, azért az idő kell neki, hogy ez még legyen. Van itt előttünk egy készülőben lévő hegedű. Mit, mit, lehetne erről elmondani? Igen. hát, itt mondjuk rá, amit van, az egy, egy tető, lapot készítek éppen. Ezt még le így is mutatom. Úgyhogy itt van, egy pont, itt van rajta az évfluk, e ugye itt, itt, kezdem kivágni, a skódáról ugye csak ki van nagyolva, hogy hozzájussak, a, hogy vékonyabb legyen maga a, a tető. Itt, itt, meg ugyan speciális fúrókkal, olyan vajókkal jobban mondva ki van, vaj, előre van, előre van dolgozva. Beleteszek innen, ebből, ebből, a lukból kezd elindulok, és akkor lombfűrészsel szépen kivágom és utána még késekkel, meg ilyen dörspapírral, kialakítom a további formát, még ez sincs teljesen kész, ez csak a 70%-ban van még, még pontosan. Itt lehet látni benne veszőt, itt van benne, az egy interzia lényegében. Le kell gömbölyíteni, itt már kezdtem is a gömbölyítését csinálni. Ott van a háta, egedűnek, lehet látni a kalvarendszert rajta. Ez ugye folyamatban van, a, egy munka folyamatban van ez a hegedű. Mennyi van még hátra? Hány óra munka vagy? Hány hét? Ezért ma ugye még van a, a csiga is ki van faragva. Szerintem egy olyan pár nap, egy olyan öt 6 nap. És mi történik utána? Elkészült a hegedű, le van lakkozva, de a lakkozás. Lakkozás is egy nagyon különleges igen, dolog. Igen, nagyon különleges dolog. Ugye ö, nagyon fontos, hogy egy jó minőségű lak legyen. Az a, az a neki, hogy se puha nagyon ne legyen, se kemény azok az régi olasz lakok is még mai napig mindig, mindig jó, egyszerűen elasztikusak, nem, nem keményedtek meg. Nagyon fontos, hogy ugye hogy jó, jó, legyen a összetétel, ugye ezt magamnak főzöm otthon én. Mi a titok? Hú, ebben nagyon sok minden van, ezt nem arrólja kell, nagyon elhegedő a maga a recepteket, meg így. De az, ahogy mondom, az a lényeg, hogy ne legyen nagyon kemény az egész lak. Utána elkezd, utána később repedezni, és csúnya mutat a hegedű, meg nem jó a hangnak si. Lenne egy olyan kérdésem, amire nem tudom, hogy válaszolni fog -e, de mindenképp meg szeretném kérdezni, hogy ön szerint, amikor valaki vásárol egy nagyon-nagyon drága hegedűt, akkor a minőséget is megfizeti, vagy csak a márkát, vagy csak a nevet? én szerintem nagyon drága hangszereknél, akik elértek, nehéz még mondani, mert ugye csináltak most nem, nem, a, pa, nem pár éve egy ilyen próbát, hogy összet, ugye modern hegedűkészítőket, tő hegedűket, meg stradivari is ugye kimondottan egy nagyon híres hegedű készítő Olaszországban, összetettek, ugye elhúztak egy, egy redőnt, azt akkor elkezdtek játszani rajta. Végül a nyerő egy, egy, modern hegedű készítőnek volt a hangja, a Úgyhogy ez csak egy válasz arra, hogy nehéz megmondani, persze ott ma a név is, meg minden. És mi a helyzet a gyantával? A lakokba, amit használok gyántákat, az egész világtajáról arról rendelődik be, van egy német cég, ahonnan én ezt veszem, és mindenféle ilyen balzamokkal, nagyon jó illatú ilyen, ilyen gyanta, különleges, van olyan illata is, van egy olyan gyanta, hogy Mastix, az mondjuk rá a Kiosz-szigetérő van, van egy speciális bogár, ami megszúrja azt az anyagot, azt a fát, és akkor azáltal kibudjan az a gyánta, de csak, csak azzal a bogarral. Úgyhogy ez elég drága gyanta, ez, ez Mastix-nak hívják ezt a gyantát, Ö, az körülbelül egy olyan 250-300 euró egy kilo ebből a gyantából. És ez még csak az egyik összetevő. Igen, ez csak egy, egy, egy egyik összetevő. Utána van olyan is, hogy hogy valami trópusi fát, ugye megégetnek egy picikét, és akkor bocsát ki magából egy ilyen nagyon, nagyon, jó illatos, ilyen vanília illatú anyagot, ami, ami, puhítsa maga a lakkot. De ezt az anyagot ugye a Peru balzamnak hívják, használják hogy egészségügybe és ilyen nehezen gyógyuló sebekre. De nagyon-nagyon jó illatú. Azt elfogadom, hogy nem fogja nekünk elmondani ezt a titkos receptet, de azt azért megkérdezhetem, hogy körülbelül hány összetevő és ez az ez a, ez a olaj, ez a, amivel bekenik, ez a lak, uh -huh. pontosabban. Az különböző, de egy olyan 7-8 komponensből áll össze. Ugye? Meg kell pontosan lenni, van rá egy receptus, amin, amin keresztül, amin megfőzöm, ugye? De ez azt jelenti, hogy ez folyamatosan ez fejleszti, vagy ez egy annyira jó recept, amit ön használ, hogy... Ez úgy nekem megfelel, nagyon hmm. ugye, ez nagyon megfelel. Volt rajta egy picit módosítottam, de, de én szerintem ez így jó. Ez egy olyan folyamat, ugye ez lend, azt el tudom mondani, hogy lindmag ez egy olajlakról van szó, amibe, ami főződik egy olyan 283 fokna. De az egész főzési folyamat a 8-9 órát is igénybe vesz, szóval nagyon büdös, mikor ez elkezd fülni, ezt kint udvaron kell csinálni, ez teljesen egy, szerintem még a három utcára is lehet érezni, Hint. hogy ez valamit ilyesmi történik. Nagyon, -nagyon egyedi, egyedi szaga van neki, meg vigyázni kell, hogy benyuguljon, mert a lemmagolaj megint 300 fokon felül képes belobbanni. Nagyon nagy hőmérsékleten, kell hogy a gyántak beleolvadjanak teljesen. Most belegondolunk egy kicsit, manapság, aki elkezd hegedülni, a gyerekek mondjuk 6-7 éves koruk körül, az első hegedű, amit kapnak, az nem feltétlenül egy ilyen minőségi darab. Én mit javasolna ezeknek a fiataloknak, hogy hol vásároljanak, hogy hogy érdemes hegedűt vásárolni? Hát ugye rengetegen vesznek, megveszik interneten azokat a hegedűket, úgyhogy be vannak állítva meg minden, csak sajnos ugye az általában kínába készülnek ezek a hangszerek, elég, gyenge minőségű, de a legrosszabb, ami van rajta, hogy nagyon magasak a húrok, nincsenek beállítva azok a hangszerek. Na. És az a gyerek van úgy vele, hogy ha hát nincs ugye hegedűkészítő a környékén, aki ezt rendbe rakna vagy beállítana, sokan abbahagyják a hegedű mert ugye a húrok a, magasan vannak a fogólaphoz, azáltal fajnak az új perceknek, és azok a gyerekeknek nem, no, nem, jó, az nincs beállítva, azok a hangszerek, abba hát azt a hegedülést. És hogyha már valaki vásárolt egy ilyen hegedűt, akkor van es esetleg arra esély, hogy elmenjen önhöz, és ön esetleg segítsen ebben? Persze, persze. Meg, van úgy, hogy meg lehet oldani, de ha, ha fogólap ugye nem jó van kialakítva, akkor nem lehet. No, van, van úgy, hogy meg lehet oldani teljesen, van úgy, hogy nem. Hogy eladnak ma mindent, ez, ez így van. Ön milyen hegedűt vásárol, ha bármilyet vásárolhat magának? Milyen hegedűt? Most, én nagyon megnézném, ugye én nagyon sok kritériumból megnézném, mert ugye nem bizt, egy zenész, zenész elmegyen, ugye megvesz egy hegedűt, ő annyira nem ért hozzá, hogy ő hangot ugye azt meg tudja ítélni, hogy most ennek a hegedűnek jó hangja van, de többi, többi fizikai részét ugye nem ért hozzá. Úgyhogy én nagyon megnézném, én nagyon átlagosan, vagy megnézném az egészet a konstrukcióját, minden belülről is kívülről, hogy váragasztva, ragasztva, stb. Mely, mely, az a munkája, mert a legbüszkébb? Egedűbe? Többet ugye, többet készítettem, de én nekem úgy van, hogy nekem én egyik sem vagyok teljesen megelégedve, én mindig igyekezek mindig jobbat készíteni, vagy valami. Én mi mindig tanulok hibát, ugye az az úgy mondja, hogy ugye, na, Politik tanul, nem? Mester, így van pontosan. De nem volt olyan munka az elmúlt nem tudom hány évtizede? Már biztos van húsz, több, több, Igen, több, több. több, igen. több most is uh, készítettem, ugye külföldre is, és onnan is jött vissza egy hír, hogy elvitték, ugye beállítani egy filharmóniába készítettem a hangszert, és uh, elvitték, ugye még nézni, volt nekik valami keretre, hogy, hogy átnézni a hangszereket igaz -e, e, még szépen szoktak nézni a lelket rajta ott, meg be, nincs -e a val, vagy valami. Ez körülbelül a négy éve készítettem azt a hegedűt, azt meg volt lepődve, ugye, aki elvitték a hegedű mestere, hogy első, első ránézés azt hitte, hogy, hogy ez egy olasz hangszer, hogy Kremonalba készült. Írta -e nekem ugye a hölgy, aki nagyon büszke volt rá, hogy ugye nem kellett neki négy év után si semmit rajta javítani, vagy valamit úgy se a megcsinálni semmit, hogy minden tökéletes volt, hogy nagyon még van elégedve, és nagyon büszke volt rá, hogy ő is, hogy, hogy ilyen jó hegedűt kapott. Kiket lát el még hegedűvel? Itt, a, itt mondjuk a a javítok, ugye népzenészek is vannak, Salgó Bojarnak Bolyarnak hozzám, dűvőzenekar, a rúztestvérek, ők, ők gyakori, nagyon gyakori vendégek most nem tudnak ugye sajnos jönni ez véget a szituáció véget. szél széles külföldre is ugye javítások mennek. Ők hogy ismerik meg önt? Mármint esetleg hirdeti magát az interneten, vagy mm, szájról ez ma, ilyen, ez ma, ilyen, ez szerintem nem, nem hirdetem interneten magamat. Van egy, van egy oldalam ugye a Facebookon, de de az emberek ma ugye ismerik, szajró szajra megyen ez a volt, ugye valaki jó, jó a tapasztalatja, és akkor úgy keresnek fel most is éppen javítok egy olyan csillót, hogy most van nálam, 80 ezer euró évették a csillót, most, most javítom éppen. 1865-ből van. És még mikor említettük a stradivari akkor nem tértünk ki arra, hogy mitől annyira különleges egy Stradivari hegedű? Ő ma maga, maga. abban a korban egy híres ember volt, nagyon, nagyon precíz munkát végzett is azok a hegedűk nagyon szépen ki vannak dolgozva, és egyedi lakkozásuk van, ilyen öregített lakkozt, stílusban, lakkoztak, mindjárt az új hangszereket. Úgyhogy ők, ők csináltak mindenvel, de rengeteg, rengeteg inás volt, ugye ott elkészült, nem tudom, hogy pontosan minden több, valami ezer, ezeren felül készült el hegedű, egy hegedű készítő nehezen csináltam volna, még voltak neki ugye mindenféle segédje, és akkor raktak össze, segítették ő a hangszereket készíteni neki. Ön mit gondol, hány hegedűt készített el élete folyamán? Meg lehet ezt is számolni, vagy vagy azért nem volt olyan sok? Nekem, amit én igen, készítettem? Igen, igen. Körülbelül egy, olyan, nem tudom, 39 vagy 40-nél vagyok, úgy vagyok most 40-nél, amit mesterhegedű. De vannak ilyen fél hegedűket is csinálok, de abból, abból szerintem már ment ki minimum vagy százdanap. Mi a különbség a kettő közt? A kettő közt az a különbség, hogy leszoktam gyártatni magamnak egy ilyen zénanyagomból, ilyen félkész arút Romániában, hogy ugye legyen -e, hogy az legyen, hogy olcsóbb legyen, és még tudjak engedni maguknak konzervatóriumba, akik járnak. Az a különbség vele csak, hogy azok a hangszerek ugye egy olyan 70%-ra, de a, többi 30%-ot ugye én fejezem be kompletten, a szétszedett alapotba jön, csak elő van nagyolva, úgyhogy kevesebb munka van vele. Ön hogy látja a jövőt? Elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben az emberek inkább a a kínai vonal felé indulnak, vagy, vagy mindig meg fogják fizetni, és, és mindig elmennek egy, egy hegedűkészítőhez, egy mesteremberhez? Szerintem a kínai hegedűk nem rosszak ők teljesen, ugye vannak ott egyedi na, jó készítésük is, de nem nagyon bíznak az emberik a kínai Hegedűkbe. Szerintem annak az előbb-utóbb nem fog az. A gyerekhegedűknek még megfelel, de már úgy fén, fén, magasabb szintén az szerintem nem. Mert ugye kívülről az lehet, hogy jól néz ki, de a belső, a belső munka, meg a, a ragasztások, meg ezek az nem minőségű. Milyen tervei vannak a jövőt illetőleg? Hát most egyelőre van, akarok most készíteni, nem tudom, sikerül egy, egy Brácsát is, ugye csináltam brácsát is, de én egyedi, egyedi stílusban ilyen felirattal szeretnék, ilyen kalvas feliratos hangszereket, ilyen régi olaszmesterek csináltak, azt akarom megpróbálni még az arányozva van. Az önfia is érdeklődik a szakmai iránt. Igen, kezd érdeklődeni, még egyelőre nem annyira, ugye még ő 11 éves, de majd meglátom, ugye, hogy fogja őt teljesen érdeklőni. Valén talán a műhelyben valamit, ha kell, úgy besegít, vagy még lássa a folyamatot, de majd még lássuk, ugye, hogy fog, hogy fogja érdekelni. Vannak olyanok, akik jelentkeznek, hogy eljönnének önhöz szívesen tanulni? Persze, persze van, ugye de még egyelőre ugye nem akarnám ezeket a titkokat még úgy annyira még mutatni, hogy, hogy meglátom, ugye a fiam, ha, ha őt fogja tovább érdekelni, akkor neki persze ugye megtanítom őt, de ha őt nem, akkor lehet, hogy választok valamilyen olyan embert, aki, aki fogok foglalkozni, majd is tanítani. Ez mikor következik be, hogy látja? Nem tudom, szerintem egy olyan tíz éven belül fogok ezzel foglalkozni, hogy hogy mint. De nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásomat, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Kedves nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy minket néztek. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!